trianoni emléknapról június 4-én egy dokumentumfilmet. A Szakály István rendezte Trianon szindrómát mutatják be a Városi Könyvtárban 11 órától. Egy színházi előadás is a megemlékezés szolgálja. 16 órakor kezdődik a Szent Miklós-hegyi plébánia templomban Kulcsár Székely Attila egyéni előadása Vas Albert műveiből. Az eseményt a Tomcsa Sándor Színház szervezi. A képernyőn látható helyszínen a millenniumi emlékoszlopnál tartanak az összetartozás jegyében az SZNT, az EMNT és az MPP helyi szervezetei közös emlékünnepséget, jelentették be ma a szervezetek képviselői. Molnár Miklós, Ince Béla, Nagy Pál és Orbán Balázs mondták el, hogy ragaszkodva a történelmi időponthoz, helyi idő szerint 17 óra 32 perckor lesz a rendezvény, beszédek, szavallatuk és a himnusz hangzik el, majd koszorúzás következik. Bárki csatlakozhat a megemlékezéshez, elhangzott, hogy várhatóan az RMDS is képviselteti magát. Továbbá csatlakozik az Udvarhelyi Fiatal Fórum és a Székely Pajzs Egyesület is.